Bármennyit eszik, nem hízik. Üdvözlöm Önöket, Takács Nóra vagyok, ez a Life Network TV életmód magazinja, az Erzsír. Ugye Önök is irigykedve néznek azokra, akik akármennyit habzsolhatnak, soha nincs gondjuk a súlyukkal. Mai adásunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy hol a kapcsolat a genetika és az elhízás között. De itt lesz velem Marjai Judit fotós is, aki fantasztikus formában van, de mi lehet a szépségének a titka? Azonnal jönnek majd a részletek, de előtte még megmutatom, hogy mi mindennel készültünk mai adásunkban. Örökölhető a kövérség. Meg lenne írva a génjeinkben, hogy elhízunk-e vagy sem. Dundikának soha nem volt gondja a súlyával, ő akármennyi tehet, semmit sem hízik. Több, mint egy mázsa, de nem bánja. Nádas Györgynek a humor a legnagyobb fegyvere az elhízással szemben. És rúttáncolnak a sztárok. Debreceni Zita és Bencsik Tamara az edzőterem mellett egy rút körül pörögve edzi formássá a testét. A stúdióban pedig itt is vannak mai vendégeim, Marjai Judit és Nagy Amarilla személyedző. Sziasztok, lányok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Judit, egy nagy átváltozó művész vagy, voltál modell, most fotós vagy, és a külsőd is sokat változott az elmúlt időkben, ugye nemrégiben úgy néztél ki, mint Marilyn Monroe. Hát legalábbis igyekeztem, mert volt egy kozmetikai cég, akinek ugye nem említjük a nevét, megkérte erre a reklámkampány elkészítésére, ugye hát a fotósa is én voltam saját magamnak, ez a legjobb, mert ugye hát mégiscsak én látom magamat ugye a legjobban. És ezt hogy oldottad meg? Hát technikai segítséggel, hát vagy önkioldó is van a világon, tudod, így megnyomják és exponál, vagy tényleg kértem segítséget, de ugye akkor mindig ellenőrzöm, hogy a kamera mögött mi látni. Tehát, hogy akkor volt, akinek az ujját kölcsön kértem. És nem hiányzik a Marilyn stílus? Nem, mert életben nem volt jó egyébként. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy WC-ke fel lenne a fejem. Mennyire jellemző ez az átalakulás, ez a megújulás rád egyébként? Nagyon, nagyon sokszor változtattam már a hajam. Ugye hál' Istennek nagyon gyorsan nő, úgyhogy megtehettem. Hát voltam fekete, szőke, rövid, hosszú, de hát ezt így váltó 3-4 évente. És hát ugye 30 éve üzem ezt a szakmát, úgyhogy ki lehet számolni, hogy körülbelül hányszor volt. De én azt gondolom, hogy ez kell. Tehát, hogy az ember egy kicsit belülről is akkor megújul. Az is kell egyébként a belső megújuláshoz, hogy az ember a testét is karban tartsa, és ha jól tudom, akkor te ebben is az élen jársz, tehát azért mindent kipróbáltál a palettáról, amit ki lehetett. Igen, tehát ugye a Lövöldetéren, ahol a szám szerint mindig hideg van, ott volt egyszer egy edzőterem, ez most azt hiszem az 1980-as éveket említem, és akkor volt egy bodybuilding, hát ugye azt se tudtuk, most már ugye mindenki tudja, hogy mit jelent ez a szó. Amarilla, neked ez az időszak megvan? Hát akkor születek. És akkor ugye betévedt az ember, és akkor ott voltak súlyzók, meg akkor volt Schwarzenegger még ugye nem is kormányzó, meg még nem is Terminátor, és csak az ember látta ezeket a fantasztikus, óriás embereket, gyönyörű nőket, és akkor én elkezdtem mindenfélével megismerkedni, tehát persze ilyen szordin, tehát azért nem egy olyan, hogy most gyere babám, han bekaplak, hanem ugye mindenben megkipróbálom, minden héten 3-4-szer odalődörgöm valahova, nem alkalom szerint megyek, hanem időre, tehát amilyen edzés van, akkor oda bemegyek. Hát amihez kedved van? Nem, semmihez nem? Sincs kedve, nem, semmi, soha, utálom, azt nem mondtam még, vagy nem. Nem, ezt nem említetted, nekem úgy jött le, mintha ezt te szeretnéd. Dehogy szeretem, muszáj. Amarilla, te mit szólsz ehhez? Hát így van vele mindenki. Hát igen. Mondjuk egyébként jó lenne, ha így lenne vele mindenki, mert szerintem ott sokan leragadnak, hogy kedvem nincsen kedvem, kész pont. Hát igen, meg hát az embernek csak 24 órából áll egy nap, ugye? De azért szerintem megtalálod magadnak azt az órát, ami tényleg tetszik, és jól esik. Meg hát tényleg azt tudom, hogy az ember időszűkében van, és ilyenkor az egy óra is azért nagyon sokat számít. Hogy tudsz egyébként segíteni az embereknek, hogyha arról kérdeznek, hogy találd meg számukra a legideálisabb sportot? Tehát azért Judit is sok mindent kipróbált, próbálkozik, keresgélhet, ha valamit megszeret a végére. Hát rutáncolni is próbáltam. Na, erről is ma fogunk nézni egy kis videót nem sokára. Nem jött össze. Hát az ember személyisége alapján is azért, aki szereti a zenét, szeret emberek között dolgozni, azoknak ugye bejön a csoportos óra, aki inkább az egyéni edzéstervet szereti, akkor ugye a személyedző is előtérbe kerül. De hát akik táncolni szeretnek, rengeteg mozgásforma adott számukra. Erről, amit említettél, hogy csoportos mozgás, erről fogunk még beszélni, mert úgy tudom, Judit, hogy te azt preferálod, én mert abszolút. Akkor nem lehet elustani, de igen. Előbb megnézzünk egy kis filmet.
Örökölni lehet a kövérséget? Meg van írva a génjeinkben, hogy el fogunk-e hízni, vagy sem a későbbiekben? Riporterünk erre a kérdésre kereste a választ, és annak is utána járt, hogy Szent Iványi Hajnalka, akit a legtöbben csak Dundikaként ismernek, miért ehet akármennyit, miközben egy grammot sem hízik? Én a szerencsés emberek táborát erősítem, mert jó a genetikám. Talán meg sem tudnánk számolni, hány alkalommal találkoztunk életünk során ezzel a mondattal egy-egy vékony testalkatú nő szájából. Ilyenkor persze megy fel az emberben a pumpa, és nagyjából a következő monológ zajlik a fejében. Micsoda? Én miért nem örököltem ilyen géneket? Biztos csak koplal. Azok a nők is, akik vékony testalkattal rendelkeznek, őket is egyfolytában érik olyan kritikák, hogy mert te biztos, hogy nem eszel, mert te tuti, hogy valami olyan fogyókúrát, olyan tablettát szedsz, ami... Hajni annak idején pont azért kapta a Dundika becenevet, mert nagyon sokat evett. Ennek ellenére a rossz májúak nem hiszik, hogy csak úgy lehet valaki ilyen karcsú, és van igazság a genetikai magyarázatban. Hát most lehet figyelni. Nagy mértékben befolyásolja magát a testalkatot és a hízásra való hajlamot a genetikai tényező. A genomnak, a teljes örökítő anyagunknak nem egyetlen egy pontja, egy tulajdonsága határozza meg, hanem nagyon sok génnek a működése befolyása alatt áll. Nagyjából 10-15 éve tudják átfogóan vizsgálni a hízékonyságért felelős géneket is. Ami áttörést jelentett, az az, hogy most már nem csak egy-egy gén működését, tulajdonságát vetítik ki a szervezetre, hanem akár több száz vagy ezer gén komplex hálózatát. Így manapság inkább genomika néven emlegetik ezt a tudományágat. Az alkati különbségek az emberek között, ez tulajdonképpen függetlenül attól, hogy földrajzilag mely népcsoportokat nézzük, majdnem mindenhol jelen van. Minden népcsoportra jellemző, hogy vannak benne alacsonyabbak, tömzsibbek, magasabbak, vékonyabbak. Persze, most, amióta megvan a gyerekem, azóta biztos, hogy sokkal kevesebbet teszem, mint előtte, mivel rendesen ott kell lennem folyamatosan körülötte, és nincs arra időm, és nincs arra energiám, hogy azon kívül, hogy gyorsan bekapjak egy-két falatot, napközben elég rendszertelenül eszem. Rendszertelenül és ráadásul nem éppen egészségesen táplálkozik, leginkább azt teszi, amit megkíván. Ahelyett, hogy például műzlivel tömni magát reggelente, inkább a friss, meleg tékáróért epedezik. Arra rakok természetesen vajacskát, aztán arra rakok felvágottat, és aztán ott vannak egyébként a zöldségek, tehát hogyha már egy egészséges dolgokról beszélgetünk, akkor nyilván azt is eszem. Kiskorában olyan vékonyka volt, hogy szülei, nagyszülei nem győzték eleget tömni, azonban tini korában 13-14 évesen fordult a kocka, és jó étvágyal falta az ételeket. Ennek ellenére szinte sosem kellett szembenéznie a súlyfelesleg démonával. Kérlek szépen, egyszer feljött rám 9 kiló, amikor terhes voltam. Ha valamikor azt mondhatom, hogy túl súlyos voltam, akkor ez a terhességem időszaka volt, ami persze természetes. De egyébként mindig káka belünek csúfoltak kiskoromban is, mert hogy felekkora voltam, mint most. Az, hogy mennyi tápanyagot raktároz maga a szervezet, az elsősorban attól függ, hogy maga a szervezet anyagcseréje, azt ugye metabolizmusnak hívjuk idegen szóval, ez hogyan működik. Dundika a sporttal is hadilábon áll, hiszen nagy szüksége nincs az önsanyargatásra. Annyira nem szeretik egyébként az emberek, amikor azt mondom, hogy nem sportolok, ezért azt szoktam hazudni, hogy igen. De mentségemre legyen, hogy 9 éves koromtól 7 éven keresztül jazzbalettoztam, atletizáltam, aerobikoztam. Nyilvánvalóan még ez a 7 év is rengeteget számított alakja alakulásában, hiszen a testünk tanul és jegyez, az izomzatunk nem felejt. És ha valaki tudatában van annak, hogy a génjeibe van kódolva a hízásra való hajlam, akkor se keseredjen el. Természetesen ez nem jelenti azt, hogyha milyen génekkel születtünk, akkor felejtsük el az egészséges életmódot, mert úgyis mindegy, mert mindent a gének határoznak meg. Nem. Tehát az élet nem ennyire egyszerű, mint egyébként sem. Ugyanis ezt a dolgot, ezt a tulajdonságot tudjuk befolyásolni.
könnyedén ki lehet deríteni, hogy bennünk van-e a hajlam, csak el kell végeztetni egy genetikai vizsgálatot. És ha ez bizonyítja, hogy a génjeink miatt nem megy olyan könnyedén a fogyás, még mindig befolyásolhatjuk súlyunkat a táplálkozással. Olyan ételek előnyben részesítésével, amik egészségesek és alacsony kalóriatartalmúak. Megfigyelt jelenség az, hogy a gyerekek általában nem annyira a szülőkre, inkább bizonyos tulajdonságban kifejezetten a nagyszülőkre hasonlítanak, nagyszülőkre jutnak vissza. Egyetlen egy ember nem küzd ugyanígy ezzel a problémával, akinek az én genetikáját örököltem, és ez anyukámnak az anyukája, az én mamám. Azon kívül szerintem nincs még egy olyan családtagom, pedig vagyunk egy páran, akik nem ne küzdenének ezzel a túlsúlyos problémával. Mindenek előtt tehát érdemes egy pillantást vetni a nagyszülőkre. Lehet, hogy fölöslegessé válik az 1-2 ezer dolláros genetikai vizsgálat. Bár manapság már arra is lehet vele választ kapni, hogy kódolva van-e bennünk valamilyen betegség, vagy hogy lobbanékony természetünk van-e. Dundika azt mondta, hogy hazudik néha arról kérdezik, hogy sportol-e, mert hogy cikinek érzi, hogy ennyire vékony, miközben nem is sportol. Van ez így, Amarilla? Látjuk, hogy van, de ez egy mindenkire jellemző dolog? Vagy legalábbis sokan vannak így, mint Dundika? Létezik olyan, hogy vékony testalkat, és tényleg látjuk, hogy iszonyú sokat tud enni, és mégse hízik. De szerintem a sport mindenkinél előnyös hatással van, tehát ez nem De ha százalékolni kellene, érdekelne, hogy akkor mondjuk az emberiség hány százaléka ilyen szerencsés? Hát én 20-30, tehát kevesen vannak, inkább mindenki. Én még kevesebbre gondoltam. Igen, én is azért szerintem. A praxisomban azért előfordul olyan, aki úgy jön, hogy na most én szeretnék hízni, izmot építeni magamra. Mi a helyzet a modellekkel, Judit? Kérdezem ezt úgy, mintha nem tudnám. De hát mondjuk amikor én még modell voltam, akkor nem volt ennyire divat ez a vékony, de természetesen azért jobb, hát 10 kilóval biztos, hogy könnyebb voltam én is, amikor ezt a szakmát hivatásszerűen űztem, de akkor még nekem se kellett annyira koplalni, tehát hogy szerintem Dundika is még fiatal, mert ugye mondjuk ha nem ember elér bizonyos kort, mondjuk legalább 40 éves, akkor még az is duplán számít, amit megevett, tehát még ha kevesebbet teszik is sajnálatos módon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért koplalni ebbe a szakmába kell. Tehát, hogy a kamera is, én is észreveszem, hogy nagy ritkán, ha bejövök egy tévébe, úgy nézek ki, mint egy molettebb hölgy, holott ugye nyilván rádob az emberre a fotó. De azt azért tisztázhatjuk, mert sokan ugye azzal vádolják a modelleket, hogy halálra koplalják hát magukat. És azért koplalják magukat. Jó, de alapvetően is vékonyak, tehát hogy az nem abból indul, igen, hogy egy igazi topmodell most Amerikában, akik ilyen 180 centisek és 50 kilósak, azok szerintem nem ismerek egyet, sem biztos, hogy halálra koplalják magukat, és szednek mindenféle olyan dolgot, ami valószínű nem egészséges. Ez a divat, vagy a média követelménye. Beszélgessünk nekik egy másik szerencsés csoportról, Amarilla, azokról, akik elkezdenek edzeni, és aztán hirtelen ennyibe ez látszik is rajtuk. Egy-két edzés után rögtön ott van az eredmény. Ilyeneket tudsz-e mondani? Igen, igen. Találkoztál már ilyenekkel? Így van, hát ez is ugye adottság, illetve genetika, hogy valaki sportosabb testalkatú, ugye vannak a körte testalkatúak, alma testalkatúak, ők inkább hasra híznak, a körtéknél ugye a csípő szélesebb, és ugye vannak az atletikus emberkék, akiknél itt ugye a szálkás testfelépítés látható, ők egy-két súlyzózás után már láthatóan izmosabbak. Judit közben nagyon-nagyon bólogat, te is ismert ilyen embereket? Nekem is van egy barátnőm, és múltkor mesélte, hogy nem is tudom, már tud 5 fekvőtáv, azt mondom, figyelj, én 3x30-at csinálok, miről beszélünk, és olyan izmos akarja, nekem meg egy ilyen plöttyet vacak, és hát sokkal több innet meg tudok csinálni, 5-5 húz egy 3 kilóval, én pedig 30 évig csináltam. Na, ha már azt említetted, hogy sok mindent meg tudsz csinálni, ugye az előbb már mondtad, és mondtam is, hogy erről fogunk még majd beszélni, ugye a rúttánc, most nézzük meg akkor ezt a kisfilmet, aztán beszélgetünk, hogy te hogy csinálod. Új szenvedélynek hódolnak tehát a sztárok, debreceni Zita vagy a Megasztárból ismerté vált Bencsik Tamara nem kizárólag az edzőteremben izzad, hogy feszesítse a testét. A lányok hetente többször pattannak rúdra, hogy pörögve, forogva szabaduljanak meg a feleslektől. Képesztő mozdulatsorok a profiktól és a kevésbé képzettektől. A pole dance, vagy ahogyan szép magyar szóval illetjük a rúttánc, a kezdeti sztereotípiák és más nehézségek ellenére virágkorát éli. 9 évvel ezelőtt alapítottam meg az első tánc stúdiómat, amikor még
egy kis táncstúdiót üzemeltettem egy darab rúddal. Utána az elmúlt 9 évben elég hosszú utat jártunk be, jelen pillanatban 3 darab saját táncstúdióm van Budapesten, és 2 darab franchise iskolánk, illetve vidéken több tanfolyamunk is. A népszerűséget az egyre gyarapodó táncközpontok mellett mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az órákon egyre több ismert személyiség is feltűnik. Az elmúlt fél évben nagyon rákaptam a sportra, úgyhogy nagyon sok edzésre jártam, heti 4-5 alkalommal lejártam a konditerembe, és úgy gondoltam, hogy emellé a sport, mert tehát a konditerem mellé még kellene még valami kiegészítő edzés, és akkor innen jött az, hogy kipróbálom a pole dance-t. Mert is van olyan, amikor az egyik elő van, és a másik meg hátul. Így. Az. Jó. Láttam a próbákat, láttam a lányokat, és el voltam ájulva, hogy miket csinálnak. Tehát ezt tényleg nem úgy kell elképzelni, mint hogy bemész egy bárba, és akkor ott enyelegnek a rúdon, meg ilyenek. Nem erről van szó, ez egy nagyon-nagyon komoly sportágnak is számít szerintem, sőt, biztos, hogy ez. Bizony, hogy az. Almáik már csatlakoztak a világ és európai szövetségesekhez, és 4 éve megrendezik itthon is a Miss Pole Dance versenyt. És ha ez még nem lenne elég, lányaink kétszer hazavitték a világbajnoki címet is. Most már a megítélés sokkal inkább pozitív irányban változott, hiszen hetente nekünk például a legnagyobb stúdiónkban körülbelül 500 hölgy rúdtáncol, ami azt jelenti, hogy ők viszik a hírét annak, hogy ez egy sport, és vannak sikereink olyan értelemben, hogy alakot formál, lefogytak a rúdtánccal, izmosodtak, hajlékonyabbak lettek, akkor azt gondolom, hogy ők a legjobb szóvivőink, és most már nem arról van szó, hogy ezt egy éjszakai bárral azonosítják. Debreceni Zitát a kíváncsiság vezérelte, mikor először rúdra pattant. Egy konditeremben járt, amikor felfigyelt az egyik teremben zajló mozgásformára. Nem bírta ki, bekukkantott újra, meg újra. Hiába tűnök nagyon vékony testalkatúnak, a konditeremtől, a nagyon rendszeres edzéstől és a nehéz súlyoktól megvastagodik a karom. Tehát volt ezzel problémám, és innen jött az, hogy akkor kipróbálok egy olyan sportot, ami mondjuk nem ennyire erősít, hanem tényleg formál. Mindig izmos voltam, tehát én világig életemben sportoltam, én 9 évig röplabdáztam, én kosaraztam, én futóversenyekre jártam, futni imádok, tehát az, annak örülök is nagyon, úgyhogy amikor úgymond fel is jött rám így pár kiló, nem hájban ment szét, hanem inkább izomban. Viszont így mindig nagy darabnak érezte magát, úgymond az MDK-s úszónőkre emlékeztette az, mikor a szükörbe nézett. Számára a legideálisabb állapot, mikor 58 kilót nyom. Tapasztalatai szerint ez áll neki a legjobban. Ehhez az ideális állapothoz viszont szükség van a helyes táplálkozásra is. Szerintem mindent lehet egyébként enni, csak tudni kell, hogy mikor, milyen időben esszük. Este oké, ne egyél túrót. Túrót, egy kis gyümölcsjogurttal összekevered, a túró az egyáltalán nem hízlel, úgyhogy gyümölcsjogurtban meg van egy pici cukor, de nem baj. Zita azért ezt egészen másképpen látja. Odafigyelek az, amivel sütök. Például eddig soha nem próbáltam a kókuszsírt, és mindenkinek nagyon ajánlom, mert nagyon egészséges. Nem iszom tejet. Voltam egy mérésen, és megalapították, hogy az én szervezetemnek nem igazán tesz jót a tej, úgyhogy csak rizstejet iszom. Elhagytam a szénhidrátot, tényleg nagyon-nagyon-nagyon minimálisat eszem, tésztát sem eszem, eddig sem nagyon ettem húsokat egyébként, tehát ha lehetett választani nagy tál zöldség vagy nagy tál hús mellett, akkor mindig inkább a zöldséget választottam. Ez jó start lehet egy kezdő fogyókúrázónak, de csak is a sport mellett. És ha a karcsúság mellett feszes testre, jó erőlétre és kecses mozdulatokra szeretnénk szert tenni, a pole dance ideális választás lehet. Most jött el az idő, Judit, hogy mindent elmesélj erről. Mindent bevalljak a rúdtáncról. Hát, életedről. Hát most elmesélem, hogy éjszakai várokba léptem föl. Ami egyébként igaz, de nem ebbe az esetbe, tehát hogy így nem tudok rúdtáncolni. De nem, nehéznek tűnik. Borzasztó nehéz. Én csak egyszer próbáltam ki. Volt egy ilyen próba bemutató pont az Almának a bemutatója. Egy edzőteremben szintén oda jártam, és hát gondoltam, hogy oda megyek. Akkor tényleg így meg kell fogni ezt a rudat, és akkor ott. Ez egy komoly fizikai
okkal. Az jutott eszembe, amíg néztem a képeket, hogy én például olyan ember vagyok, hogyha neki megyek bárminek, azon nyomban zöld, kék, lila, foltos leszek, és még nem is kell nagyot ütődnöm. Tehát, hogy én egy ilyenen lecsúsznék a végére, nem tudom, szivárvány színű lennék. Hát nekem is ez történt, hogy egy ilyen sortba mentem, meg gondoltam, hogy valahogy ki kell nézni, és jó betestápoloztam magam, hogy úgy magamnak se nézzek ki rossz, és úgy lecsúsztam, hogy mondta is az alma, hogy valószínűleg az a probléma, hogy én össze-vissza kentem magam, mert ugye csúsztam, tehát nem tudtam megkapaszkodni. De egyébként rájöttem, hogy... Tűzoltó lettél, nem rutáncos. Amarina, mennyire jó ez a sport? Azért az biztos, hogy ez nagyon, nagyon erősít. Kemény, kemény, bár itt is vannak fokozatok, ugye teljesen az alapról lehet indulni. Az volt, amit láttunk, hogy csak úgy ugrálunk. Akkor nem fogod az udat, az az alap. Igen, amikor ugye rövidebb erőkarral dolgozunk a rúdhoz közel. Nehéz, persze a saját testsúlyoddal dolgozol, illetve hajlékonyság, rugalmasság is kell hozzá. De egyébként külön kérik, hogy előtte ne használj testápolót. Nekem nem mondta. És minél kevesebb ruha legyen rajtad. Abban benne voltam, és csillámos is volt utána a ruha. Lehet azért csúszott annyira, hát azért. Csillámokkal. Ez egyébként csak izmosít, vagy fogyni is lehet tőle? Biztos persze, hát azért eléggé nagyobb erőkifejtés, tehát fogyni is lehet, bár ugye itt az étkezés ugye elég mérvadó mellette, de az alakot nagyon szépen formálja. Hát ez biztos, tehát azért itt, amiket láttunk, ez teljesen elképzelhetetlen. Ez a haladó, amikor abszolút, már föntről lefele csúszott terpezben. Ez már profi kategória, tehát akkor nem itt kezdjük, innen fogjuk majd folytatni. Több mint egymással súlya mégsem kezd újra fogyókúrában Áldas György. A humorista egyszer már majd 30 kilót fogyott, de azt mondja, ami egészséges és diétás, az egyszerűen nem finom. Így inkább falatozik, és ha teheti, azért lejár úszni, hiszen azt azért ő is jól tudja, hogy mozogni igenis fontos. Fiatalkoromban sovány voltam, és nagyon sok hajam volt, és hódítottam. Aztán utána rájöttem, hogy ha az embernek nincs haja, és nem annyira sovány, akkor is tud hódítani. Többet kell beszélni, az igaz, de volt egy olyan pillanat, 40 éves korom előtt, amikor valóban én úgy gondoltam, hogy csináljunk magunkból olyan embert, aki 40 éves, de jól néz ki. És akkor ezt megcsináltam magamból, aztán utána miután szomorú voltam, és minden jót megvontam magamtól, ami az étkezéssel, vagy a kulináris élvezetekkel kapcsolatos. Hát 26 kilót fogytam le, de utána aztán szépen lassan ez visszajött rám. Ilyen 100 és 108 közötti értékek között mozgok. Nem sokat teszek érte, de azért most már elejárok. Úszni, szaunázni, mozogni egy picit, nem sokat. Ami egészséges, az nem finom, hallhattuk. Egyetértünk? Hát nem. Éppen nem. Itt megbeszéltük, hogy nem. Én egyébként imádom a csirákat, imádom a répát, most is mielőtt jöttem, nyers céklát tettem, avok, mindent szeretek. Tehát én mondjuk a biokaját is szeretem, és éppen megsuktam, hogy a csülökpörköltet is. Tehát, hogy én nem tudom. Egyedül tudod, mit nem szeretek? A paradicsomos káposztát, de ez senkit sem érdekel momentan. Egyébként minden ételt szeretek. Amarilla, érdekelne, hogy te, aki ebből élsz, neked például mit rejt a hűtőd? Ez titok. Szalonna. Abból érsz, hogy személyi edző vagy, tehát neked azért illene példamutató frigider tartani otthon. Ez így igaz, bár én is szeretem azért a finomakat. Vagy csak azért teszem, nem járnak föl a kliensek. Vagy lehet, így van. Nem tudom. Jó, hát azért bűnözni lehet, tehát minden adás lehet. Végére idejük adunk ki, hogy szabad bűnözni, csak nem mindegy, hogy és nagyon muszáj mellette mozogni. Érdekelne így a műsor végén, hogy mit gondoltok, honnan jön ez a nagy fogyási vágy, ez a nagy hisztéria, hogy mindenki fogyni akar? Hát, hogy honnan jön, azt pontosan nem tudom, de nyilván minden kornak vannak ideáljai, most nyilvánvalóan ugye nem éppen a Rubenszi testalkatok az ideálok, és akkor itt szeretném elmesélni, hogy viszont egy gyönyörű, kövér, csodálatos, hurkás nőket fotóztam, és komolyan mondom, teljesen belejük szerettem. Tehát most a... És jól érezték magukat közben? Van, igen. Tehát az én modelljeim egyrészt a fotózáson is, másrészt
ők nagyon boldog emberek, hát szerintem csodálatos képek születtek, mert ilyen nagyon közelieket is csináltam, ahol a, tehát ezek a hurkák olyanok, mint ilyen dombok, és így megy, és folyik, gyönyör, nem tudom, tényleg komolyan mondom, nekem borzasztóan tetszett, ettől függetlenül nem biztos, hogy most azért egész nap a zsíros bödönbe dugom a fejem, tehát nem biztos, hogy ez egy követendő példa, ugyanakkor az viszont tény, hogy a normális testalkat az nem azonos a média hamis vékonyság eszméjével. És hát szerintem az a fontos, amit mondtál, hogy jól érzik magukat, és hát ez a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. És remélem a kiállításon is be tudom pont mutatni. Pont ezt akartam mondani, hogy sok sikert a februári kiállításhoz. Igen, és akkor remélem, hogy sok embernek ad majd önbizalmat, aki nem érzi magát vékonynak, de úgy érzi, hogy helyén van a testében. Úgy legyen, találkozunk akkor veled februárban. Amarilla, téged megvárlak legközelebb. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Önöknek pedig még jön egy jó tanács mára. Ilyenkor télen különösen fontos, hogy fokozottan figyeljenek az egészségükre, fogyasszanak például egy maréknyi csírát, azaz méregtelenítő szupertáplálékot. Ezt akár maguk is termeszthetik otthon. Higgyék el, a csírákban elképesztő mennyiségű fehérjét és enzimet találnak, tömény vitaminforrás, valamint tele van ásványi anyagokkal és nyomelemekkel is. Vigyázzanak magukra, találkozunk legközelebb is. Ez zsír! Az Ez zsír együttműködő partnere a budapesti sminkiskola.com.